Jó estét kívánok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt vasárnap este a Erdei János városi sportcsarnokba, ahol a negyedik Zsivodán kupa döntőjét láthatjuk. Kék mezben látható a Malibu kávézó, fehér mezben pedig a Bálint Optika. Ez a 35 év alatti korosztálynak a döntője. Mind a két csapat meggyőző játékkal jutott el a döntőig. És a sorsolásnak köszönhetően így kerültek a döntőbe. Jó nevekből áll mind a két gárda. Gondolok itt Sanyai Róbertre, most Tóth Attilára, aki a Vásárhelyben játszik NB3-ba, Babolek Zoltánra. És a Bálint Optikában is több neves játékos van, aki a Makó 1-et vagy a Makó 2-t irányítja. Báni rakta a labdát Szilvásinak, de Sanyai tisztáz előtte. El is végzik a berugást Báni, Szilvási. Ível labdát Bakos felé, de Bakos előre elfejelt a Tóth Attila. Óriási gól, kérem szépen, 1-0-ra vezet a Bálint Optika, egy váratlan közbelövésnek köszönhetően. Nem kellett sokat várni, másfél perc. Sült a ballány. Azt hiszem, de váratlan volt, nem? Egy szurkolóval beszélgettem itt hirtelen. Bári Tamásnak elsült a ballába, így szerezték meg a vezetést. Szabadrugást végezhet el a Malibu kávézó csapata, Tóth Attila áll a labda mögé. Frank Ádám igazgatja a sorfalat, ahol Horváth Gábor és Bakos Tamás állt be. Öt méterre kell állni a szabadrugástól. És most megy az idő. Babaleknek készítik le. Óriási kapufa volt. Nagyon jó lövés volt. Lehet, hogy Frank is beleért. Szilvási tisztázott a hosszú oldalon. Nagy szerencséje volt. Ott van még a labda, és mellé lőtte. Bres Balázs a labdát. Ordító helyzet volt. Beszélyeztetett a Malibu. Maradt továbbra is az 1-0. És kirúgás következhet. Frank Ádám Horváth Gabinak próbált, azonban nem sikerül. Most jön a dobás. Pataki Viktor nagyon üresen kapta, óriásit védett Orvec Bence, hatalmas helyzet volt. Most jön a befutó, nem kapja a labdát. Sarnyai rutinosan kienged a labdát, és így a Malibu jöhet oldalberugásra. Orvec, Sarnyai. Egyből vissza, Bakos támadta meg. Frank Ádám kijön és elengedte a labdát. És most a Bálint Optika jöhet. Sirokmán Zoltán kapja meg a labdát. Pataki, Sirokmán. Frank. Hátul adogat a Bálint Optika. Horváth Gábor. Nem volt jó a fölpassz. Babolek egy az egybe mehet. Ide szerelik Horváth Gabi. És most tisztáz előre. Ott azonban nincs ember. Horovec Bence húzhatja le. Tóth Attila kapja a labdát, Báni van vele szembe, vissza a kapusnak. Most jön a fölívelés, nagyon rossz labda, ezt Báni Tamás lefülelte, most mehetnek. Akkor szabálytalanság, Tóth Attila szabálytalankodott. Így szabadrugással jött a Bálint Optika. Jól jön a labda. Na, mit ítélnek a játékvezetők? Szögletet ítélnek, ezek szerint belejött még egy védő. Sirokmán Zoltán szúrta rá.
essen be a labda, elengedik. Így a Malibu kávézó egy berugással vagy bedobással, Brass Balázs a berugást választotta. Tóth Attila egyelőre hátul van, nem nagyon jön előre, Sajnyai Róberttel osztják meg ezt a feladatot. A sarkalás Horváth Gabi, Bányi Tamás, Sirokmán és Frank Ádám tisztáz, egyszerűen kirúgja a labdát. Elvégezték, Babolek, húzogat tovább, és nem tudtak előre menni. Sárnyai rúg, Pataki Rolle, vágódik a labda. Elég gyors a játék, itt 35 év alatt óriási lövés, és Frank Ádám véd. Bányi kapja a labdát, Tóth Attila. Nem sikerült tovább passzolni a Horváth Gabi lő, Horavec tenyerelte ki, Sajnai pedig rutinosan fejelte vissza, amit megfoghat a kapus. Hoppá, Sajnai eladta a labdát. Tóth Attila kapja, bár majdnem labdát csend. Bres, Tóth Attila, Sajnai elment a hosszú, nem kapta. Most egy jó labda, Sajnai befélik középre, és Frank Ádám dobja egyből ki. Sajnai lemaradt, ez megbosszultja magát. Bálni lő, azonban nagyon rosszul találta most aztán. A gól előtt sokkal jobban eltalálta a labdát. Ezt akár én csináltam volna. Sőt, ma délután volt is egy ilyen. Sajnaihoz kerül hátra a labda, Bres. Elvették tőle a labdát, Pataki. Sirokmám, és meg állítja vissza Franknak, és kezdik előre. Tóth Attila fejeli vissza. Eléggé csapkodós a játék, folyamatos játék, nem tud kialakulni. Talán most Sarnyai, Erdei Mátyás jött fel a pályára, Bálint Tamás helyére. És a Malibu végezhet el szabadrugást, de följött Béres Róbert is. Bakos helyére. Béres rúgta a labdát, így viszont emberelőnybe lehetett volna a Malibu. Nem sikerült tovább passzolni a labdát. Tóth lő, hoppá! Nagyon jó kis lövés volt. Nagyon jól indult el a labda. Pataki. Béres ellövi. Fölé ment. Pataki bakos csere. Sarnyai. Tóth. Egyelőre hátul adogat a Malibu kávézó. Most előre, de Bakos Tamás ügyesen megelőzte az emberét. Továbbra is marad az 1-0, első fél időnek a fele telte. Nagyon sokan kilátogattak az Erdei János sportcsarnokba, mondhatni, hogy telt ház van. Nagyon kevés üres szék van. Sajnai kezébe a labda, de inkább a rugást választja. Sarnyai, Babolek ellövi, Erdélyi lép bele. Tóth Attila szedi össze a labdát. Kirakja szedet Baboleknak, Babolek egyből próbálta meglőni, de lecsúszott a lábára. Béreshez ment, Babolek.
és Horváth Gabi ügyesen kanalaz bele. Babalek végzi a Tóth Attila. Föl a labdát. Amit védett Frank Ádám, Brás Balázs tudott ráfordulni. Nagy védés volt. Újabb Malibu helyzet. Újra kezdik. Tóth Attila lő, de ez szöglet. Béres Róbert hátán pattan meg a labda. 5 perc van hátra az első fél időből, továbbra is vezet a Bálint Optika. Bele tudtak fejelni. Varga. Frank Ádám jött ki. És elleközt a labdát. Tóth lő, mellé ment. Frank dobja fel a labdát Béresnek, Béres próbálja meg Erdélynek kifejelni. Horavec rúgja fel, ez Babaleknek magas, Tóth Attila szedi össze. Béressel harcol. Na, ki fog rúgni? Most a Bálint Optika rúgott, meglepő volt. Oda vesz véget, gyorsan elvégezték. Bakos hagyta ki ezt a helyzetet. Vitatható bírói döntés volt, mind a két játékos fogta a másikat. Béres fordul le, és oldalháló. Béres próbálta meg találkozni, nem sikerül. Tóth Attila. Bresnek próbálta meg felívelni, de sikerült belefejelniük. Labdát szerez a Bálint Optika, Bakos ügyesen cselözget. Nem nagyon tud passzolni. És szöglet következhet. Jön a beadat labda, Béreshez kerül vissza, na kié lesz. Tóth Attila húzogat és rúgja előre. Bres visszafele fejjel, Babalek. Tóth, visszazár a Bálint Optika rögtön. Nehéz részt találni köztük. Babalek. Bakos próbálja meg támadni. És nem is sikerül. Szöglet következhet. Bres, Varga, hosszúra, Tóth, lő, és mellé ment. 1 perc van, nem 2 perc van még hátra. Egyelőre eseménytelenül telik a első félidő vége. Több helyzete volt a Malibu kávézónak. De a Bálint Optika rögtön a mérkőzés elején tudott egy gólt szerezni. Szilvási lő, ez arra lesz egy csemege. Bresnek fel a labda, mellett tovább a Baleknek, de kivágják a labdát. Horváth Kára is a pályán. Horváth Gabi lépett be. Tóth Attila tovább. Egyelőre a legbiztosabb pontja a Malibu kávézónak. Horváth laposan, Babalek megpróbál befordulni, Horváth Gabi befordul, és Frank védett. Kellett is ez a védés. Ügyesen fordult be Babalek, kellett Frank Ádám védése. Horváth Gabi dobja be magasan a labdát, azonban rövid volt. Sirokmán viszi még, most jó, Bakosnak, Bakos elővi a hosszúba, mellé ment. Szöglet. Fene se tudja. Valamilyen szögletet itt éltek a játékvezetők. És újabb szögletje.
utolsó támadások egyike lehet, hiszen fél perc van hátra a mérkőzésben. Bakos próbálta meg sarokkal tovább passzolni, nem sikerült. Bedobta a mezőnybe, de ott nem volt társ. Most jön a fölívelés, Bres tovább csúsztatja, fölé ment. Hát összefoglalva az első fél időt, a Bálint Optika gyors talált a mérkőzés elején egy gólt, és azóta viszont meddő mezőny fölénybe játszik. És ebben a pillanatban elkezdődött a második félidő is. Bres Balázs csúszott el egy vízfolton. Megy tovább a játék. Bakos Tamás ismerte el a szabálytalanságot. Játékvezetők egy kicsit lemaradtak róla. Továbbra is 1-0 az eredmény. Babaleket előzte meg Bakos, nagyon ügyesen. Jó a bal lába, kifele sodródik. Eladták a labdát, Horváth Gabi adta el, Babolek lő, és nagyon nagy szerencséje volt a Bálint Optikának, nagyon ügyesen csinálta, hosszúba gurította el, nem ész nélkül lőtt el, hanem észre rúgta el. Mondhatni, gólt érdemelt volna az a lövés. Tóth Attila és bele Frank Ádámba, óriásit védett Frank Ádám, nem az első nagy védése már. Azt hiszem, hogy a Bálint Taktika sokat köszönhet neki, hogy ide értek, és itt a döntőbe is nagyszerűen véd. Tóth Attila csilezget. Jó a lövés, és Frank Ádám takarásból Tóth Attila lő. Ez azonban nem sikerült olyan jól. Tóth Attila fejelte, Babolek nem tudta megszerítani a labdát. Oroveczhez kerül hátra a labda. Most jön a fölével is, Bres Balázst egy kicsit fogták, de ő is fogta a védőt, így mehet tovább a játék. Bálint kap hosszú indítást, és megvan. Megvan. Fölött a lelátóra. Horváth gurítja ki a labdát, vissza neki. Nem nagyon tudják fölvinni a labdát, sokszor ívelgetik. Babolek. Horváth Gabi vette el a labdát. Bakos Bálinak. Báni elveszti. És Oravec. Bres. Kint volt a labda. És a Bálint Optika jöhet oldalra. Oravec. Próbáltam megszerezni, nagy helyzet volt, de sikerült tisztázni a Bálint Optikának. Babolek, ugye semmi szíres területre. Tóth Attila kapja meg a labdát hátul, egyből fordít ki jobb oldalra. Sikerül elmennie. Húha! Elég csúnya szabálytalanság volt. Játékvezetők csak sima szabadrugást ítélnek. Igen. A
a szabadrugást elvégzik, Babalek kapja meg, kicsit hosszan tolta meg a labdát, Tóth Attilához került, Des, Babalek, ez ügyes passzolgatás volt, vissza, kapufa! A Malibu kávézónak nincs szerencséje. Ebben is nagyon sok ész volt inkább, mint erő. Nagyon ügyesen játszottak. Nem sok híja volt, hogy kiegyenlítsenek. Báni próbálnak megcselezgetni, azonban tisztáznak. Kék bedobás, Malibu kávézó. Újabb bedobás, végezhet el a Malibu. Babalek, ügyesen emelget. Mekkora gólt tudott, azt a 700 át neki. Nagyon ügyesen fordult be, bődületesen nagy gólt lőtt. Én azt hiszem, hogy megérdemelte a Malibu ezt, hogy kiegyenlítsen, hiszen nagyon sok helyzete volt, kapufája is volt neki. Úgy gondolom, hogy így sokkal reálisabb a mérkőzés, hogy döntetlen. Béres forgolódik, nem sok híja volt ennek se. Nagy a párharc, Horváth Karoly Bes között. Nem nagyon értették most meg egymást. Frank Ádám rúgta ki estébe. 1-1-re módosult az eredmény. Labdát szerez a Bálint Optika, az életveszélyesen. Hoppá! Kóla monitor! Veszélyes ott ülni. Uha. Bálint Optika hozhatja fel a labdát, eddig akadálytalanul. Pataki kapja a labdát. Sirokman, Horváth. Ügyes csellel megy tovább. Jó, Bédesnek kapott a kényszerítőbe, azonban beleléptek. Tóth Attila emeli fel a labdát. És Sirokman tisztáz fejjel, így jöhet a Malibu. Babalek visszajött. Babalek fejjel, Frank Ádám mit védett, azt a 700-at. Óriási védés volt. Nagyon jól játszik Babalek. Tóth Attila. Tóth Attila laposan próbálta meg. És most jöhet a Bálint Optika, emberelőnyben vannak. Maravec Bence védett nagyot. Tóth Attila mehet, Bres. Babalek, az a lövés nem úgy sikerült. Eltelt a második fél idő fele is. Bres. Tóth Attila próbálja megszerelni, és sikerül is neki. Babalek, laposan Almási, Almásnak a háta mögé ment a labda. Nem sikerült. Tóth Attila fölni vissza, Bres. Almási fut a labdáért, azonban nem
sikerült megszereznie. Nézzük ezt a szögletet, jön a feladónak, Brastót játszik össze, és Erdélyi Mátyás ért be a labdába, kicsit veszélyesen pattant. Újra vissza teljesen mélységbe. Lapos lövés, azonban ebben nem nyúlt bele senki. Ádám rúgta előre a labdát, és most talpalás miatt a Malibu kávézó jöhet. Lapos fasz föl Brestnek, Brestnek azonban kimegy a labda, nem is sikerült megszalídítenie. Horváth Gábor dobja föl, Véres forgolódik, még mindig nála a labda. És a Bálint optika végezhet egy szabadrugást. És Horváth Gábortól az ember Babolek kipasszolta. Bálint előfelé ki Tóth Attila. Bálint Tamás dobhatja a labdát. 5 perc van hátra fél időből, és megadják! Nem ért hozzá, nem adják meg a gólt, mert nem ért hozzá senki. Orravesz Bence még mindig nem tudja, hogy nem volt gól. Na, folytatódhat a meccs. 1-1-jel. Van itt minden, mint a Matek show-ban. Veszelíti meg a labdát. Baboleknek gurították vissza. Babolek azonban fölélőt. Marad az 1-1. Bedobás volt, de nem ért bele senki. Azért érvénytelenítették a gólt. Dobójátékos nem szerezhet gólt, úgyhogy nem ér bele senki. Sarnyai. Babolek közbe piszkáltak. Báni, 2-2 ellen. Báni lő, Horavec véd. Szép lövés volt, szép védés. Én azt hiszem, ilyen pillanatokért érdemes kijönni egy ilyen kis pályás bajnokságra. Horváth Gabi. Az erő megvolt benne, a célzás az kevésbé sikerült most. Nagyon nagy gólokat lőtt a torna folyamán. Bressel harccal. Patak ügyesen vette le. Sirokmán előre, ott azonban nincs most senki. Nem sikerül elvenni, most sikerült elvenni a labdát. Pataki. Sikerült a lábak között tovább tenni, de volt még egy védőjátékos a Malibu kávézónak, így nem sikerült, nem jutott el a labda Bánig. Báni ráfordul, Sajnyairól levágódik. Pataki. Nem mi lesz ebből? Béres kapja. Vissza Patakinak. Béres, tovább. Nem bírt tovább menni. Mint a feltartották volna. Játékvezető nem látott semmit, így Tóth Attila végezheti a szabadrugást. Babolek tovább, eddig jó, Bres háttal a kapunak, nem tud mit kezdeni vele. Rövid a labda. Pataki. Bakos. Tóth Attila szerel nagyszerűen. Sirokmán. Váni. De
elrögte a labdát, síp szó után, de nem kapott két percet, ezt reklamálják a Malibu Caruso játékosai. Másodperc van hátra a játék, rendes játékítőből, óriási kavarodás volt. Frank Ádám sérült meg, megállítják az órát. Na mi lesz ebből? Nem lenne jó kapus nélkül. Ádók Jani bácsi kocog be. Megnézni, mi is történt pontosan. Bedobással, Malibu kávézó végezhette, Frank Ádám tudja folytatni a játékot, ez jó ír. Horváth Gabi kapja meg a kidobást, most jön a fölpassz Báninak, Bakos, Báni, ügyes passz, nagyszerű játék és Erdélyi Mátyás lőtte be, gyönyörű passz volt a mérkőzés előtt, 10 másodperccel ilyen volt lőni, hihetetlen. Nagyszerű, nagyon szép játék volt, és ebben a pillanatban le is jött a játék, tisztes játék, vezető.